Hiába a várakozásoknál gyengébb CPI adat, az infláció ugye nem csökkent olyan mértékben, mint ahogy várták. Átmeneti esés után ma a piac emelkedésre indult, Bitcoin és a kriptó érzi, hogy október van. Csapjunk is bele! Brutál szemet gyönyörködtető a buborékos csártunk. Eten a 25%-os pluszban van. Múlt héten bejelentette a BlackRock, hogy az Etenával fog stablecoint létrehozni, úgyhogy úgy látszik, hogy a befektetők meghallották ezt, hogy milyen jelentősége van, főleg a BlackRock Bitcoin Report birtokában. Látjuk, hogy Sui menetel tovább, ma 16,3%, Wilderworld 14%, megindulsz Hex és a Pulse ökoszisztéma, optimizmus nagyon frankon szej, úgyhogy a kiskutya a kalappal is 14%, valamint a Tao, Fetch, ugye az AI coinok is az élen járnak, igaz, hogy a Tao elképesztő rallit tud már így is maga mögött. Gyere, és ezt a buborékos csártot sok más hasznos egyéb dologgal megtalálod itt a CryptoMinds globál weboldalon, regisztrálj be, és itt a dashboardon, az irányítópulton tanárod ezeket, valamint itt a tudástárban, illetve a videó tanfolyamok alatt rengeteg egyéb hasznos információt találsz. Szerdán jött ki a CPI inflációs adat, ami 0,1%-kal volt a várakozások alatt, és már erre készülve már ugye kedden este szerdán nekiállt a piac korrigálni, a befektetők egy része zárta a pozícióját, és a CPI után főleg a tegnapi nap tetőzött a dump, ami leginkább szerintem inkább pozíció likvidálásából állt, viszont arra jó volt, hogy kitisztult egy kicsit a piac. Na nézzük, itt van egy-két érdekes csárt, amit megosztottam, hogy a Bitcoin általában akkor éri el a csúcsát, amikor ez a reserve risk, azaz fordított kockázat indikátor is jelez, illetve csúcsot mutat. Látjuk, hogy az alsó a reserve risk indikátor, a felső pedig a Bitcoin chartja, és még nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy egyáltalán ez az indikátor az átlag zónából kitörjön, ugye itt van középen körülbelül az átlag, és hogy egyáltalán bármilyen csúcsot hozzon létre itt a charton. Ez a reserve risk indikátor, ez nem mást mutat meg nekünk, mint hogy a hosszú távú bitcoin tulajdonosoknak milyen a bizodalma az árral kapcsolatban. Amikor csúcsokon van, látjuk, hogy belép nem is ebbe a lilában, hanem ebbe a piros zónába, illetve hát a lilában is egy köztes csúcsot ér el, akkor cash out van, azaz áttérnek stablecoinban, realizálják a profitjukat. Itt viszont, mint említettem, még az átlagos neutrális zóna fölé sem emelkedtünk, úgyhogy figyelnünk kell majd, és időben kell profitot realizálnunk, mert tudjuk, hogy főleg ugye az altcoinoknál a profit realizálás nélkül az egy nem valós profit, mert ami fölment 10-szeresére, az le is tud menni 98%-kal. Igaz, hogy a bitcoinnál ez sokkal már egyre inkább ugye maga az emelkedések és az esések is egy kicsit kiegyensúlyozottabbak, de így is az mindenképpen érdemes majd figyelnünk, hogy realizáljunk profitot valamikor 2025 nyár tájékában, de legkésőbb novemberében. Na hát ez nem igazából jó hír, hogy az 5,4 billió dollárt kezelő Fidelity 77 ezer ügyfelének ellopták az adatait, minden egyéb adatot, a Social Security, ugye ez ami nálunk a tajszám, ugye Amerikában ezt használják mindenféle azonosítás, az, amit nálunk mondjuk akár a személyszám, különböző személyes információk, lakcím, telefonszám, minden, ami ugye KYC-nál meg volt adva, elloptak, és hát ez egy nagy-nagy probléma, mert azt gondolnánk, hogy egy ilyen nagy pénzügyi intézménytől hogyan lopnának el adatot, és rendre, módra ellopnak. Ezért szeretjük mi a decentralizált pénzügyeket, mert ott semmilyen adatot nem adunk meg, semmilyen KYC nincs, semmilyen adat nincs, hanem te vagy, meg a pénztárcád, és a különböző decentralizált protokollok, amivel interaktálsz, és teljesen offline
ugye hardware wallet-ban tartod a kriptoeszközöket, illetve a hardware wallet-tal is lehet a tranzakciókat aláírni a dexeken. Na nézzük, hogy mi történik a bitcoinnal. Úgy tűnik, hogy még 14 nap van arra, és a leghosszabb konszolidációs időszak következik a felezések után. Már így is javában túlnyúlik, de még 14 nap van erre. Ez a kumulatív return index, ugye azt jelenti, hogy a felhalmozott megtérülési index a halving évében, és látjuk, hogy itt már elképesztő oldalazásban vagyunk, azaz nem tudott return-t, azaz megtérülést hozni a 2024-es év. Látjuk, hogy a 2020-as az már ilyenkor emelkedni kezdett, és ugye parabolikus emelkedésbe kezdett, és mindezt a halving után mérjük, akkor ezek szerint a halving után vagyunk már majdnem 200, mondjuk 280 nap körül lehetünk. Igen, itt vagy 285 telt el, nem a halving után, hanem 2024-ből telt el 285 nap. Oké. Szóval 285 nap telt el az évből, és a halving után a leghosszabb konszolidáció, de ezt inkább megnézzük majd a chartunkon, mert ott sokkal jobban látjuk ezt. Oké, menjünk is és nézzük meg a chartot. Itt a ominózus bitcoin chartunk, akkor először, mivel a halving utáni konszolidációról beszéltünk, látjuk, hogy itt április 20-a tájékán volt a halving. Nézzük meg, hogy azóta hány nap telt el. Oké. Április 20-a óta eltelt körülbelül 175 nap, és nézzük azt, hogy amióta beléptünk ebbe a csatornába, az itt volt február végén, azóta viszont eltelt már 224 nap. Minden esetre az a szám, amit előbb mondott, a halving utáni leghosszabb konszolidáció, az történnie kell valaminek, mert nem szokott ilyen sokáig konszolidálódni az ár, oldalazni. Látjuk, hogy a bitcoin szerdán és csütörtökön ugye leszúrt, átszúrtunk 60 ezer dollár alá, egészen lement 58.800-ig, 58.900-as szinten sikerült longot nyitni a Bybiton, illetve hozzáadni a már meglévő longhoz, amiben ugye itt a 66 ezres csúcsnál, meg korábban itt a 64.200-nál is picit realizáltunk, úgyhogy sikerült újra hozzáadni ehhez a longhoz, ez nagyon-nagyon frankó volt. Amit most itt látunk, hogy 200 napos mozgó átlag alatt vagyunk, a mai gyertyánk, ez hamarosan 3 órán belül záródni fog, és egy gyönyörű bullish engulfing gyertyát látunk kirajzolódni. Ezt követően várhatjuk, hogy újra 64.200 kerül a célkeresztbe, ez valószínű, hogy inkább a jövő hét elején próbálná meg majd törni, és azt követően meg 65.600-65.500 tájékán van a következő trendvonalunk, ami ez a masszív, hosszú konszolidációs időszak trendvonala. Ha ezt felfele törjük, akkor a következő szinteket 71.600-nál látjuk, ott lesz egy ellenállásunk. Ami erősségjelét mutatja, hogy nem törtünk szignifikánsan 60 ezer dollár alá, csak átszúrtunk, nem is zártak a gyertyák a 60 ezer dolláros szint alatt, úgyhogy 60.200-nál zártak a gyertyák, gyönyörűen a trendvonalon, szóval nem törtünk itt le, és valószínű, hogy itt még oldalazhatunk, nem biztos, hogy ez a kitörés ez egyből fog sikerülni, viszont ahogy megyünk bele az októberben, most már október 11-e van, egyre inkább telnek azok a napok, hogy igenis kitörést kell látnunk, mert október-novemberben szokott lenni a bitcoinnak az igazi megindulása a felezés évében, és ugye most is felezős évben vagyunk. Volt pár gyönyörű trédünk ugye a Patreonon, például a Phantomnál, itt még pár napja volt egy jelzésünk, hogy a Phantom egy mini bullflageket próbál előkészíteni, és hát ebből a mini kis bullflagből sikeresen ki is tört, ugye ezt éppen tegnap vagy tegnap a hét elején csártoltuk, hogy figyeljük ezt a kis mini bullflaget.
Egyébként ezeket a csártokat keressük, ahol a lefele trendvonal gyönyörűen törte és elindult. Ugye a Phantom trade-ünk az nem új keletű, ezt már szeptember elején elindítottuk, és most is még 42%-os pluszban van. Viszont akik ilyenkor lemaradnak, akkor ugye egy-egy ilyen konszolidációban tudunk hozzáadni, és jelenleg pont a 200 napos mozgó átlagnál vagyunk. Ezeket a trédeket mind a Patreonon csártoljuk sok-sok más egyéb tréddel, és itt például az Injective-nél is azt gondolom, hogy készülhetünk a visszateszt után, hogy előbb-utóbb az árfolyam meg fog indulni, hogy megjön egy kis volumen, a visszateszt megvolt, és azt gondolom, hogy itt még a tegnapi nap is, meg még talán a mai nap is egy nagyon-nagyon jó szinteket mutatott ez a coin. GRT-nál ugyanúgy lefele trendvonal törtük, gyönyörűen visszatesztelt, és az esésben nem csinált alacsonyabb mélypontot, egy dupla alj formációt láthatunk, viszont az aljak azok már magasabban képződtek meg, és ez is egy gyönyörű long pozíciót, azaz akár spoton is vásárlási pozíciót indukál, ebben benne van mondjuk egy 200%-os emelkedés. A mai nap a Bitcoin egy gyönyörű bullish engulfing gyertyát kíván itt zárni. Ez ugye lehet egy trendfordító gyertya, illetve ez a mini W alakzat is egy trendfordító alakzattá nőheti ki magát, aminek majd a nyakvonalát kell mindenképpen fölfele törnünk, de azt gondolom, hogy inkább itt a lefele tartó trendvonal, a 65.500-nál lesz a keményebb dió, úgyhogy feltétlenül nézzük a Bitcoin jövő heti mozgását, azon, hogy jövő héten már nagyobb izgalmak jöhetnek. Természetesen minden, amiről itt beszéltünk, az nem pénzügyi, nem befektetési tanács, mindig jár utána a saját elemzéseddel, a különböző coinoknak, kriptoeszközöknek mérd fel a saját pénzügyi helyzetedet, és ennek megfelelően hozz egy jó döntést. Örülök, hogy itt voltál, köszi, hogy megnyomtad a lájkot, és mielőtt még lezárjuk a mai kis videónkat, feltétlenül látogass el a YouTube-ra, és a videók fülre kattints rá, és nézd meg az Arb Money-val kapcsolatos videónkat, valamint az arbitrás kereskedéssel. Ugye az Arb Money projektben benne vagyunk, mint társ alapítók, és maga az arbitrás kereskedés arról szól, hogy bizonyos coinok árfolyama az egyes kriptotőzsdéken eltér, és ezt ki lehet használni, viszont fontos, hogy ehhez megfelelően szűrt és up-to-date adatbázist tudják kapni a tőzsdékről, úgyhogy nézd meg, azt gondolom, hogy leginkább ezt az elindult az Armani videót érdemes megnézni, ebben van benne részletesen minden, viszont érdemes a többi videón is átmenned, van benne kriptoarbitrás, valamint sportarbitrás is, ami ugyanúgy egy izgalmas terület. Örülök, hogy itt voltál, fantasztikus hétvégét, napot, reggel, estét, és a legjobbakat, készüljünk a csodás Bika piacra. Hello, hello!